Az elmúlt másfél évtized legszárazabb időszakát éli a kelet-magyarországi régió. A több hónapja tartó aszály miatt egyre több területen alakul ki vízhiány, egyes régiók rendkívüli gondokkal küzdenek. Szerdán a vízhiány elleni védekezési készültség keretében megkezdte működését a vízügy országos műszaki irányító törzse, mondta el megkeresésünkre Siklós Gabriella, az országos vízügyi főigazgatóság szóvivője. Most már 12 vízügyigazgatóságból 9 területén van érvényben vízhiány elleni védekezés, és ebből 18 körzet, ebből az összesen közel 25 körzetből 18 körzetben van harmadfokú, tehát legmagasabb fokú készültség. Itt ugye elsősorban a vízáramlást gátló akadályokat szüntetik meg folyamatosan a kollégák, vízkormányzási feladatokat látnak el az ütemezetten igényelt vízmennyiség kiszolgálásához, illetve ahol szükséges mobil szivattyúkat építenek ki és üzemeltetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg másodfokú a vízhiány elleni készültség. Folyamatosan dolgoznak a csatornáknál és a vízgyűjtő helyeknél a szakemberek. A legnagyobb vízhiánnyal a Nyírség küzd, ide kell a legtöbb vizet pótolni. A Tisza-Samosközi vízhiányvédelmi körzetben is el kellett rendelni a másodfokú vízhiány elleni védekezést. Itt is folyamatos a szivattyúzás. Összesen a két körzetben 5 darab mobil szivattyúval végzik a kollégák a vízátemelést. Most már eddig egyébként 650 ezer köbméter vizet emeltek be, és ugye a Felső-Tiszai vízügyigazgatóság működési területén a legnagyobb vízpótlási igény az a Nyírségben jelentkezik, úgyhogy egyelőre most ugye a szatmári térségben a szamossái tározónak a vízpótlása folyik, és ott is másodfokú a készültség. Az előrejelzések szerint a következő napokban fokozódik a hőség. A rendkívüli aszály mellé Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szombaton 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. Ráadásul a következő 6 napban sem a Tisza felső vízgyűjtőjén, sem hazánkban nem várható számottevő eső, ami tovább súlyosbítja a vízhiányos helyzetet.